Na, hát ez a Ferjáns csapatnál valamelyik versenyen éppen itt a Gálbaba, itt az autónak, itt a Hercegáron, és itt a Pipás Sanyi, és én vagyok itt. Ez éppen készülünk, szétosztjuk, tehát ez egy szervíz szétosztó, tehát amikor a baba itt áll most a papírokkal, hogy már meg lett már csinálva a szervízterv, és készítettük össze a különböző szervízautókat, milyen gumit legyen rajta, mennyi benzin legyen benne, milyen alkatrészek legyenek benne, és ez egy olyan szétosztásnak a képe, ez lehetett Bulgáriában, ez lehetett Magyarországon, ez lehetett akárhol, de ez egy tipikus kép, amikor megy a szétosztásra, tehát a többi gumi az ment majd a Barkaszba, vagy a Zsiguliba, vagy a másik szervízautóba, ez éppen a Sanyikának a Volgáját töltöttük itt fel. Na pont ezt hiányoljuk mind ez szűnt meg a rally service parkkal. Tehát pont ez szűnt meg, ott minden ott van a terrautóban. Igen. És utána ott hát ez is. Egész nap a szerelők, megjön az autó, dolgozni kell, nagyon gyorsan, nagyon jó lesz, nem változott, és utána elmegy. Gazdaságilag ez teljesen érthető és teljesen normális, tehát ez, amit most csinálnak, csak elveszett a raliból egy fantasztikus, egy sárm. Ugyanaz improvizációt igényelt a szervezést is, de az improvizációt is igényelt. Igen, így van. Tehát az, hogy akkor hirtelen át kell alakítani a tervet, mert most változás van. Igen, meg hát az, amit egy szerviz csapat megnézett a világból, hát olyan utakra soha nem mész el normális fehér emberként, vagy gyorsaságin oda visznek, mert versenyzel, vagy mert a gyorsaságin oda kell érned, hogy a gyorsasági végére oda vidd a gumit az embernek, és még egy rövidebb hegyi zerge baszta ösvényen keresztül kell menned. Hát ebbe a Roni, hát az a világbajnoka volt. Vagy a Volánnál volt még a Nagy Karcsi, aki az első számú barkaszos pilóta volt. Ő volt egy nagy szervizes ember. Tehát ez ma nincs. De ugyanolyan, én amikor szereltem Halász Zsoltinak, hogy a Rajtnál eltört a ladába az ablak oszlop, a bal első, tehát az ugratónál eltört ott a tövénél, és a szélvédő csúszott kifelé. És hát visszatoltuk, de hát megint ki fog csúszni, mert a tető nyílt. És akkor kitaláltam ezt a megoldást, hogy öntapadósba beragasztjuk az ablakot, és a Rajtnál mondtam neki, hogy megoldom. Ugye ő elment, én és a célban is ott voltam. Hát ezek voltak régen. Átértem a gyorsaságinál rövidebb úton, de átértem, hogy, és mondtam, hogy beragasztjuk, és én nem tudtam, mi van. Tehát, hogy, hát ez, találkoztunk, ő rohadt gyorsan átjött, és a célba is ott állok a dologat. Nem, hát ez régen egy nagy kaland volt mindig ezek a... És hát akkor nem volt GPS, nem volt telefon, nem volt semmi. Még az URH sem ment át a hegyen. A hegyen nem, de mi URH-ztunk, vagy bőtják, CB-ztünk, CB-rádióztunk, de hát az egy igazi kaland volt oda találni, ahová oda kellett találni, időben oda találni, tehát az egy olyan verseny volt, mint a verseny. Tehát az a szervizeseknek az időszak, az egy igazi verseny volt. Azok is olyanak, mondom, csomó ember azok közül nem volt pénzük arra, hogy versenyezzenek, de jobbak voltak, mint a versenyzők. De miért lehetne? Hát a Tour de France-on is volt, amikor a postás bekerült a válogatottba, mert elment a mezőny előtt az a postás biciklivel. Hát gyerekek, ez a síla, ez amiről meséltem, hát ez egy ilyen volt. Hát a söprűvel sepregetett a teherautó mögött, mikor megkérdezték, hogy Sila, itt van a versenyzői ruhád, meg a licenced? Azt mondja, én anélkül nem megyek ki otthonról. Ez a teherautó sofőrje volt. És beültették, és Spanyolországba, Forma 3-ba második lett. Eszméletlen volt a Pali. Hát hogy nem csak azok tehetségesek, akik hozzájutott. Jó, mondjuk utána ő hozzájutott, tehát utána ő versenyzett nálunk, túrautóval ment. Tehát az... Ő neki meg lett teremtve a lehetőség. Ez a Belikkinek is legalább egy kicsit kielégítettük, ha nem is a nyitott kerékkel. Most megy a Enduro-ba, a Le Mans-ba megy, Le Mans Series-be. A Warren Hughes az megment a túrautó bajnokságba, az MG-vel volt. De ugye szerelőkkel mi megbeszélgettetek. De valószínűleg a másik dolog meg, hogy ez a bérelem az autót dolog,
ez meg annak abból vette el megint abból az élményből az autóépítésből veszített, de azért nem. Mert amikor mi csináltuk ezt, akkor mindig két részből állt a csapat. Voltak a kintiek, és voltak az itteniek. És azért nagyon sokat segített, és nagyon sokat tanultak az itteniek akkor, mikor együtt dolgoztak. Más, ezeknél a profi csapatoknál... Nem arról beszélek most, hogy... Ja, az autóépítésben nem... Nagyon sok motort vettünk ki mi. Tehát ugye otthon épült a garázsba az autó. Tehát most a... Na jó, hát erről is mesélek akkor egy történetet, mert hát ha belekerül ebbe a dologba. Elég híres ember, nem? A Havasi Peti. A Havasi féle zsiguliknak a... A Havasi Peti, az nekem rajzasztal társam volt az Autóipari Kutatóintézetbe, egymás mellett rajzoltunk, és én vittem bele az autósportba annak idején. A Hanula Barna, aki aztán utána óriási karriert futott be a Bugattinál is, meg a nem, a Barna az a Schricknél volt igazgató. Schricknél volt, és most meg az Audinál, ő a Győri Egyetemnek a rektora, vagy mit tudom én, de a Barnossal is együtt én vittem őket bele, ők kezdték építeni az első motorokat, a Felliánnak ők csinálták a motorját, a Szabóéknak ők csinálták, és akkor így, mert mi csináltuk, mi a Fifivel, igen, mert én meg akkor a Fiala Lacival faragtunk motort, és a Fiala nagyon jó motorokat csinált, de ő csak az Entainak csinálta, és a legjobb motort, amit megcsinált, azt nem tudjuk, hogy miért volt olyan. Nagyon-nagyon jól ment, sokkal jobban ment, mint bármelyik másik, de aztán utána felrobban, vagy hengerfejes lett, vagy valami, de egyszer nagyon elsült a keze. De azért nagyon csodálatos, egy nagyon-nagyon jó barátság, a sajnos az élet szétvitt minket, pedig egy teljesen közeli jó barátok voltunk, és elfújta a szél. Pedig nagyon sajnálom, de... Hát volt olyan, amikor 45 perc, tehát amikor volt egyszer, mikor még ilyen 1800 kilométer hosszúak voltak a ralik, akkor volt egyszer egy egyórás szervizparkunk, vagy szervizpontunk, és ott hengerfejet cseréltünk a Zsigulin úgy, hogy teljesen készre, és minden jó volt. Babával voltak, amikor mi mentünk, akkor volt nekünk a legnagyobb balesetünk az Entaival, egyszer egy sziklának mentünk neki a Bükkupán, vagy Bükralin, azt hiszem, vagy Miskolc Rali volt, már nem emlékszem, szemből belerepültünk egy sziklába, és a hűtőbe ment tovább a ventilátor, de azért tovább mentünk, mert akkor csak a Babának volt, a kockás autónak volt az első versenye, mert nekem mindig az autó volt a csoda, és akkor ő megcsinálta azt, hogy a motorháztetőt könnyen le lehetett emelni. És úgy irigykedtem, mert mi nekünk meg nem lehetett olyan könnyen leemelni, és alig lehetett hozzáférni, mikor bűvészkedtünk vele. Hát a Baba az olyan műszaki megoldásokat, a kulisszás váltót ő kitalálta akkor, ilyen, hogy magához közelebb tudja a váltókart rakni, meg kisebb legyen a mozgása a váltókarnak. Nagyon klassz dolgokat csinált. És hát az a kockás autóban tornyosult ki. Hát én akkor hogy hívják, a Kanyik Tóninak, mert ők akkor kezdték el, mikor én abba hagytam, és akkor neki segítettem az elején a Dudás Misinek, konzultáltam őt, mert akkor kezdett el versenyezni, de aztán utána leköpködött úgy, hogy nagyon sajnos. Meg volt a Jakab Laci, aki egy nagyon gazdag kisiparosnak volt a fia, az meg akkor beültetett, hogy menjek vele és tanítsam Mitfárernek, de aztán utána kiszállt. Nem, egy salgót próbáltunk csak végig, meg felírtuk meg minden, de aztán kiszállt a versenyzésből, úgyhogy nem mentem vele. Úgyhogy hát ez mind, sok, ez az egész történelmileg ezekkel az emberekkel, mindenkivel annyi közös élményünk volt, tehát Kiskokóval, hát a Domával, olyan... Ezek a moszkvai élmények, ezek óriásiak voltak, mert a Doma is egy rohadt jó fejmanusz volt, és mindenkit tanított magyar káromkodásokra, de úgy, hogy azok nem tudták, hogy magyar károm, mindenféle, hogy mit mondanak. Hát persze ebben a legnagyobb sztori az a Jampárinak a sztoria volt, csak ezt kamerában nem tudom, hogy mit lehet ebből meghagyni majd. Az oroszokhoz elkezdtünk rendezni versenyeket, tehát részt venni, amikor megszerveztem a csapatot, akkor Oroszországban voltak versenyek. És a ProDrive-tól kivinni oda embert, mondtuk, hogy ki kell menni Moszkvába.
gyerekek, senki nem akart kimenni. És akkor mondtam, hogy fiúk, ez nem kívánság hangverseny. Oda megy az autó, jöttök ti is. És akkor kiválasztottam, hogy ez, meg ez jönnek oda. A második versenyre verekedés volt, hogy kijöjjön Moszkvába, mert hát a világ legnagyobb bulia volt Moszkvába minden verseny, ez a mai napig is így volt. Tehát a ProDrive-nál az egy versenyhelyzet volt, hogy kijöjjön ki szervizelni Moszkvába. És hát ott voltak nagyon jó pofa dolgok, mert hát a Lukoilnak, mikor megcsináltuk a Lukoil csapatot, akkor hát az a 90-es évek eleje, közepe, nem az eleje, ez már közepe volt a 90-es éveknek, Oroszországban nagyon nagy volt a banditizmus, és akkor a Lukoil kivezényelt, állunk ott, felvertük a sátrakat, teherautó, mindent a legnagyobb szinten csináltunk, Oroszországból hoztam teherautót, szervizátorral, mindenne, de nagyot. És egyszer csak jön két autóbusz, és kiszáll mindenik autóbuszból olyan 30 embernyi ilyen Rambó felszerelésben, géppuskával, késekkel, meg mit tudom, és akkor odahívtam a főnöküket, és mondták, hogy kirendelték őket, hogy védjék a csapatot, hogyha bármi, hogy hívják van, és mondtam nekik, figyeljetek ide, ez autóverseny. Itt, ilyen szerelésben én nem akarok senkit látni. Akartok védeni, menjetek a messze, az erdőbe, onnan nézzetek, vagy csináljatok, amit akartok, de itt nem lesz ilyen, hogy hívják, Rambók. És aztán a jópofa dolog az volt, hogy az egyedüli sérülés, ami történt, az a csapatnak a Lukoilnak az egyik alelnöke volt a csapatnak a fő, hogy hívják ki, ment a tribűn előtt, és valaki a tribűnön beszólt valami rosszat a Lukoilról, és ő nagyon érző, benne volt az első hat alapító tag között. És amúgy birkózó volt régen, de egy ilyen 1 méter 65 centi magas fickó volt, és hát ilyen őrök jöttek mögötte, a testőrök, szekrények, de hát az nem várt semmire, az átugrott a kerítésen, és úgy, ahogy volt lefejelt, úgyhogy az egyetlen, akit mentővel kellett elvinni, az ő volt, mert ő csinálta. Salgó Rally, mikor BBK futam volt, és nézegettük, nem indultam, nézegettük és a szovjet szerviz csapat, és ugye hát a minimális létszámmal jöttek, és a szovjet laktanyákhoz. Ott laktak. Hát én tudom, azon én ott volt. De onnan szereztek embereket. Ja. Tehát ilyen szerelőket. És ott állunk az egyik VFTS mellett, és nem tudom ki én, és akkor ugye csinálják, szerelnek mindent, és a sofőr csak úgy odaszólt az egyik katonának, hogy segítsen, hogy majd nem nézni volt, hát ő is szerelni, és mondta, hogy nem látok ki jól az ablakon. És ugye arra utalt, hogy le kéne törölni kívül belül párásat. És katona beugrott elő a bakancsit, kirúgta a két ablakot, és mindenki megállt egy pillanatban, hogy ablakot kell szerezni, nem látott ki jó. Hát ez, régen ezek voltak még a nagy dolgok, hogy ott nem számított, hogy nincsen alkatrész, szerencsétlen nézőnek ott állt a zsiguli, a keréke föl volt bakolva, azt ott adtak egy papírt neki, hogy kifizetnek mindent, de most szükség volt rá, és ezen senki nem sápítozott. Úgyhogy ezek... Azért vettem egyszer a Renault 5-öst járóautónak, mert minden verseny után újra kellett tapvájtani az autómat, mert kijött belőle, ami kellett a versenyautóba, az ment át oda is. És utána úgy mentünk haza, hogy ölbe kellett hazavinni az autót, és a Renault 5-ösből nem lehetett áttenni semmit. Az orosz tudás, meg az orosz kapcsolatok nem segítettek az itthoni ladászatokban? De. Hát én rajtam keresztül szerezték be a legtöbben mindig az alkatrészeket, meg a különböző specifikus dolgokat. Tehát ez még egy lényeges történet az életemből, hogy én azért olyan emberekkel dolgoztam együtt, mert a Brunzát, nem tudom, hogy hallottatok-e a Brunzáról, azt a Brunzával én teljesen közvetlen kapcsolatban dolgoztam együtt, mert én akkor az Autóipari Kutatóintézetben is dolgoztam, ahol a Havasival együtt dolgoztunk, és ott volt egy szabadalom, egy találmánya, a kombinált feltöltés. És a kombinált feltöltés az mindenkit nagyon izgatott. A Renault például, a Forma 1-es Renault, amikor elkezdett turboautóval menni, hát állandóan turboleggel szenvedtek, tehát az voltak, turbókésedelemmel szenvedtek, nem tudott kijönni a kanyarból is. És akkor én bevontam itt
és például a rezonátor tartályokat azt itt magyar ötletek alapján csinálták meg. Vagy ugyanígy a Brunzának, mikor őt akar turbóladát csinálni, akkor is hát mi segítettünk neki egy csomó mindenben. De hát én a Brunzával nagyon, hát az egy nagyon szorgalmas ember volt, nagyon eredményes versenyző is volt, de ő a szorgalmával, tehát nem... Vilniuszi volt. A VFT-ről V az a Vilniusz, azt tudja. Arról most nem, várjál, Vilniuszi volt a... Nem, várjál. Lehet, hogy Vilniuszi volt. Mert most keverem, mert én azt hiszem, hogy ő lett volt, és nem litván volt. Vilniusz meg Litvániában van. Hát a Szovjetunióban az egy ország. Igen, persze. De most erre most nem emlékszem, mert már rég volt. De hát az orosz csapat az egy csodálatos. Hát ha azok akkor be tudtak volna szállni igazi, mint ahogy most is a raliba azért egy-két orosz, amikor elszáll a lába, olyanokat mennek, hogy hihetetlen. Hát akkor ezek az észtek, ezek a finnekkel, hát volt a Ohu, a Iumpu, ezek olyan versenyzők voltak, a hogy... VFT-sel. Egyszer, mikor itt volt egy autószalon, vagy régen voltak itt, amit, és akkor a Nissan-nál itt volt a Blomqvist, és akkor ezt meséltem múltkor, hogy cigányékkal, meg a golyóval mászkáltunk ott, és ott van a Blomqvist, ott át, csak ők megtermedni, ott a Blomqvist, jó, hát én akkor már a Nyomdász Világszövetségben dolgoztam, de átléptem a kordont, és mentem hozzá, hogy jó napot kívánok, hogy tudunk beszélgetni, persze. Mindenki beült, és ültek ott körbe a vadások, és akkor kérdezik, és akkor mondom, hogy volt cigány kérdezte, hogy ültem el az autóba, azt mondja, mert egy évet VFT-sel, azt mondja, mert egy kínvarátjával cserélték, hogy ő... De nagy divat is, most is nagy divat éjszakon. És az asszonynál cserélték el, mert tök jó autó volt. Jó, micsoda, milyen királyság van is. Hát ezek most is nagy divat, a ladák azok Finnországban nagyon mennek. Hát jó is, a VFTS az egy nagy élvezet, a VFTS-sel versenyezni, az egy nagy, a cigány meg aztán csúcs szuper volt ebbe.